Pár napja kiírtam nektek, hogy tegyetek fel nekem kérdéseket, mert szeretnék csinálni egy kérdezfelelek videót. Ugyebár amikor a gameplay videóim törlésre kerültek, akkor sajnos ezeket a régebbi kérdezfelelek videókat is el kellett tüntetnem, úgyhogy most ilyen tartalom nem található a csatornámon. Ezt szeretném most pótolni, rengeteg kérdést írtatok nekem, úgyhogy lesz bőven dolgunk, vágjunk is bele egyből. Első kérdésünket azt többen is feltették, mi vett rá, hogy videózni, mi motivált a videózásra, szerintem egyébként ez nagyjából ugyanaz ez a két kérdés, és minden egyes youtuber kérdezfelelek videója alatt megjelenik egy ilyen komment. Igazából engem nem nagyon motivált úgy semmi a videózásra, tehát így sosem volt az, hogy most ez az ember ennek ennyi feliratkozója van, és én is ilyen szeretnék lenni, vagy hogy én most azért fogok videózni, hogy nagyon sok feliratkozom legyen, vagy én most azért fogok videózni, hogy nagyon sok pénzem legyen, nem. Tehát 2012-ben a 6 éves Andris nagyon menőnek gondolta azt, hogy ő most feltölt egy videót, és ennyi, nem motivált semmi. Hogyha úgy tetted volna fel a kérdést, hogy most éppen mi motivál a videózásra, akkor sokkal jobban tudnék válaszolni, mert most, hogyha kirakok egy videót, akkor engem nagyon nagy örömmel tölt el az, hogy érkeznek a lájkok, a kommentek, a feliratkozások, és persze a pénz, de hát ezt most adjuk. Imádom olvasgatni a reakciókat, a kommenteket, minden egyes kommentet elolvasok, pedig azért eléggé sok érkezik. Úgyhogy mostanában a visszajelzések motiválnak a leginkább. Következő kérdésünket is többen feltették, ez egy viszonylag gyakori sablon kérdés, mert minden videóban benne kell legyen egy ilyen. Hány éves vagy? 15. Mióta videózol, nem feltétlenül nyilvánosra gondolok, ezt már megemlítettem, 2012-ben töltöttem fel az első videómat. Azt hiszem, ami most pedig fent van, legelső nyilvános videóm, az pedig 2018 nyarán készült el. És úgy látom, hogy végeztünk is ezekkel a tipikus sablon kérdésekkel, szóval térjünk át a kicsit érdekesebb kérdésekre. Oliver kérdése, miért a Techa csatorna témája? Ezt már elmondtam a bejelentő videóban, link az i-betűnél nézzétek meg, ha érdekel. Nem is tudok ehhez nagyon semmit hozzáfűzni, mert abban a videóban mindent elmondtam, szóval nézd meg azt, és akkor ott van a válasz. Dani csatornatagom kérdése, mit fogsz kezdeni később az életed hátralévő részében a tech tudásoddal? 3 év múlva felnőtt leszel, így gondolom nem meglepő a kérdés. Na, ezen már én is sokat gondolkoztam, hogy mégis mit fogok kezdeni, mert nem az a tervem, hogy én most életem végéig videókat készítek. Szeretnék majd mindenképpen elmenni főiskolára vagy egyetemre, aztán pedig vállalkozást indítani. Ez a cél. Ja, Neo, az lenne a kérdésem, hogy hány éves voltál, amikor építetted az első géped? Amikor én magam először összeraktam egy gépet, az 2020-ban volt, tehát tavaly. Amikor pedig megkaptam az első gépemet, az pedig 2014 karácsonyán volt, azt hiszem. Szia, az lenne a kérdésem, mit szeretsz a videózásban? Ezt a kérdést most kétféleképpen tudom értelmezni, hogy a videózáson belül, tehát hogy készítek egy videót, azon belül mi a kedvenc részem a folyamaton belül, vagy hogy magában a videózásban. A videózáson belül az a kedvencem, hogy jönnek a visszajelzések, a reakciók, tehát látom, hogy nektek tetszenek a videók. A videókészítés folyamatán belül pedig a kedvenc munkafolyamatom az a vágás és a szövegírás, ezt a kettőt egyformán szeretem, pontosan azért, mert ez a kettő az, ami a legtöbb kreativitást igényli, és ebben tudok a leginkább kimontakozni. És persze az is egy nagyon jó érzés, amikor elkészülök egy videóval, amit több hete vágok, aztán végre ott van előttem a képernyő, ott van a gomb, hogy nyilvánossá tétel, rányomok, és akkor készen van. Zente, szintén csatornatagom azt kérdezte, hogy VMware vagy Oracle, az Oracle az egy cég, nem pedig egy program, de mindegy, a VMware pedig egy szolgáltatás. Gondolom a VMware Workstationre gondolsz, és az Oracle VirtualBoxra. Igazából az Oracle VirtualBox az ingyenes, szóval azért lehet jó, én viszont megvettem egy kulcsot a VMware-hez, szóval én azt jobban szeretem. És lesz-e még olyan videó, hogy vírusokat tesztelsz VM-en? Mindenképpen lesz. És elég érdekesnek tartom ezeket a videókat, szóval mindenképpen fogok még készíteni, majd valamikor a jövőben. Szia Andris, neked mennyi idő elkészíteni egy videót, felvenni, megvágni Indescape-el együtt? Ez nagyon függ attól, hogy most éppen milyen videóról van szó. Régen ugye a gameplay videókkal ez úgy nézett ki, hogy általában ilyen... Hát nem tudom mennyit mondjak, körülbelül ilyen 4-5 óra alatt az egész folyamattal készen voltam. Hogyha mondjuk egy streamer tippes tutorial videót szeretnék megcsinálni, az szintén... Nem olyan sok idő, viszont az már ilyen 7-8 óra, ugye benne van a szövegírás, a felvétel, mint a hangfelvétel, aztán a képnek a felvétele, ugye ez van egy külön tesztgépem, amit erre szoktam használni, a vágás, az Indescape, ami az Indescape általában maximum fél óra szokott lenni, a feltöltés, ugye megcsinálni a leírást, a címet kitalálni, tegeket beírni, úgyhogy ez nagyon függ attól, hogy milyen videóról van szó, de általában ilyen 10-12 óra. Mikor és hol ismerkedtetek meg először Bélával? Hát azt hiszem, hogy 2018-ban volt egy LEGO robot programozós táborban, ahova anyukám befizetett, hogy jó van fiam, ne csak itthon üljél a gép előtt, hanem barátkozzál.
és találkoztam a B-mesterrel. Legjobb barátok vagytok, hát én ezt nem tudom, úgyhogy kérdezzük meg tőle. Na csá! Éppen veszem fel a kérdezz felek videót, és van itt egy kurva nehéz kérdés. Azt kérdezik, hogy mi legjobb barátok vagyunk. Jó, na. Jó kérdés. Igen vagy nem? Az úgy sem tudjuk válaszolni. Vágod. Te mit mondanál, szerinted? Biztos. Nem tudom. Leraklak, folytatom a videót, na szevasz. Csak Windowsos videók lesznek a csatornádon? Az a terv, hogy nem. Ugyanis én többet használok Linuxot, mint Windows, ezt a videót is most éppen Linuxból veszem fel. Csak ugye a Windows az a probléma, hogy az emberek 99,9%-a még mindig Windows-t használ. Így egy tutorial videóban nyilván nem fogom Linuxban mutogatni a dolgokat, mert az eléggé öntökön rugás lenne, hogy mindenki Windows-t használni, mert Linuxban mutogatok. Viszont olyan videók mindenképpen lesznek majd valamikor a jövőben, hogy miért jobb inkább Linuxot használni, mint Windows-t. Szóval ilyenek terven vannak, viszont a tutorial videók még mindig Windowsban készülnek majd. Szia, mikor határoztad el, mi volt az a pont, amikor már úgy döntöttél, hogy nekiállsz egy saját rendszernek, illetve miért? Ezt már elmondtam többször is streamekben igazából, de ezt az egész Nonity OS-t én ezt csak saját magamnak terveztem, hogy nekem elegem lett a Windows 10 hülyeségeiből, a Revision OS, a Review OS nem volt nekem elég életisztítva, úgyhogy nekiálltam egy saját verziónak a készítéséhez, el is készült, viszonylag jól működött, aztán ezt elmondtam streamben, hogy nekem most egy saját rendszert használok, de akkor még nem akartam publikussá tenni, aztán meggyőztetek, hogy hát Andris, tegyed már publikussá, mert én tökre letölteném, úgyhogy nyilvánossá tettem, és szerintem jó döntés volt. Miért gondoltad azt, hogy az egész tartalomgyártás fekszik neked? Azért, mert látom, hogy ennek a feliratkozók, a lájkok és a megtekintések, és ezáltal úgy látom, hogy nektek tetszik, és én is szeretem csinálni. Ki volt az, akit a legtöbbször nézli, és szereted a videóit? Hát igazából, hogyha őszintén akarok válaszolni, akkor ez egy elég nehéz kérdés, mert viszonylag sok embert követek. Így inkább külföldön, tehát hogy magyarokat nem igazán szoktam nézni, se tech, se gameplay témában, gameplayt már külföldről sem nézek nagyon. Inkább tech videókat szoktam nézni. Szerintem akitől a legtöbb videót nézem, az a Linus Tech Tips, mondjuk ott napi videók vannak, de hát szerintem egyébként mindenki követi ezt a csatornát, aki képben van a külföldi tech csatornák terén. Ha pedig magyar csatornákat kéne néznem, onnan a kedvencem Magyarósi Csaba. Szinte minden videóját láttam, és szerintem jó, amit csinál a YouTube-on. Mi volt az első játék, amivel valaha játszottam? Hát, ne vessetek ki, hát a Mester MC. Aztán pedig megkaptam az eredeti Minecraftot, mert ötös lett az írásbeli kivonásról írt dolgozatom. Hogy ismerkedtetek meg Matyolattal? Ez egy eléggé vicces sztori, és nem gondoltam volna, hogy ezt valaha el fogom mondani. De igazából én csak úgy chillbe streameltem, Matyolat streamelt, fogalmunk sem volt egymás létezéséről. Viszont egyszer csak Matyolat bejön hozzám, hogy ne promozzam már magamat a streamén. És így nézek, hogy... Mint utólag kiderült, néhány csodálatos nézőm az annyira meg akart engem viccelni, vagy nem tudom mi volt a szándék, hogy bement Matyolat streamjére spamelni azt, hogy use code Neonity. Sosem volt egyébként Neonity support a creator code, de ők tudják. Szóval kedves emberek, akik ebben benne voltak, nagyon szépen köszönöm, mert összehoztatok Matyolattal, pedig csak átlani akartatok nekem, és rengeteg pénzt hoztatok ezzel nekem. Köszi szépen! Azt szeretném kérdezni, hogy milyen billentyűzetet használsz, hát olyat, amin gombok vannak? Viccet félretéve, hogyha valamilyen eszközt szeretném megtudni, hogy én mit használok, akkor felmész a csatornámra, rámész valamelyik videómra, akármelyik lehet, megnyitod a leírást, legörgetsz, ott van, hogy setup, rányomsz, és megtalálsz mindent, hogy milyen számítógépen van, monitorom, mikrohullámos ütőm, mindent megtalálsz. Szia Neo, két kérdésem lenne, mikor kezdtél el videózni, ezt már elmondtam, és hogy mire jó a VMware nevű szoftver, fizetős vagy ingyenes? Nem tudom, hogy vagy vele, de van egy viszonylag hasznos eszköz, egy viszonylag hasznos dolog, amit én egészen sokszor használok, hogyha valamit nem tudok, vagy valaminek utána szeretnék nézni. Úgy hívják, hogy Google. Beírod azt, amire szeretnél rákeresni, amit szeretnél megtudni, és kiírja neked a választ. Használ nyugodtan, nagyon hasznos tud lenni. És ezt a Google dolgot, ezt ne keverd össze a komment szekcióval, mert kicsit ideges vagyok tőle, köszi. És az utolsó kérdésünk Árontól. Szeretnél gépszerelős videót? Mindenképpen lesz olyan, hogyha alkalmam lesz összerakni mondjuk egy ismerősömnek a gépét, akkor én fogom a kamerámat és elmegyek hozzá, és akkor felveszem, hogy összerakom, és abból valami chilles zenés összeállítást összerakok nektek. Viszont olyan videó, hogy most mit tudom én így rakj össze egy gépet, nem hiszem, hogy lesz, mert van már olyan videó bőven a YouTube-on. És hát végeztünk is. Köszönöm mindenkinek, aki feltette egy kérdést. A következő ilyen videó az
Hát nem mostanában lesz, annyit megígérhetek, hogy biztos, hogy nem ebben az évben. Na de nektek köszönöm pedig, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor like, feliratkozás, és hogyha érdekel a Twitch-em, az Instagramom, a TikTokom és egyéb szilszarom, ezeket a leírásban megtalálod. De én már mentem, Andris voltam. Sziasztok!